Az országos trendeknek megfelelően már megyénkben is többe kerülnek az eladó lakások, mint a kertes házak. A vásárlók elsősorban szigetelt tégla ingatlanokat keresnek, de 10-12 millió forint alatt nehéz bármilyen lakást találni. Köszöntöm a stúdióban Bákány Zsoltni ingatlan szakértőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát mi a helyzet a megyei ingatlan piacon, és egyáltalán miért alakulhatott ki az a helyzet, hogy a korábban olyan keresett, népszerű családi házak értéke, mintha egy picit alá kerülne a lakásokénak. Változik az embereknek az életritmusa. Én azt gondolom, a legnagyobb oka, a legfőbb oka az annak, hogy nem családi házat választanak, hanem lakást, az a fenntarthatóság, illetve az a fajta karbantartási kötelezettség, amit egy családi ház magával hoz, egy lakás kevésbé, illetve a lakást mint tőkét könnyebben meg tudjuk mozdítani, mint egy családi házat. És a harmadik dolog meg az, hogy sajnos olyan rohanó világot élünk, hogy nincs időnk a kertesházunkkal foglalkozni, babrálni vele. Ugyan nagyon sokáig dolgozunk, és időhiányában döntünk a kényelmes lakás és a nappali mellett. Milyen árfekvésben lehet hozzájutni ingatlanokhoz Nyíregyházen és környékén, vagy a megyei városok? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy függvénye a lakásáraknak az, hogy hol helyezkedik el egy ingatlan. Nagyban függ attól is, hogy tégle vagy szigetel, de ugye azt lehet mondani, egy ilyen öt éve már azért inkább az jellemző, hogy mindannyian lezárót igyekeztek az emberek kicserélni, az ingatlanokat szigetelték. Nyilván mindenki belvárosi tégla első emeleti lakást keres, de ha ezek elfogynak, akkor az emberek hajlandóak az igényeiket alakítani, lejjebb adni, úgymond. A panelek ára is kezdő utólérni a tégla ingatlanok árát, hogyha csak egy kicsit tovább gondoljuk ezt a dolgot, most egy panel ingatlan négyzetméter ára 260 280 ezer forint között mondható, tehát ez az eladási ár nem a kínálati ár illetve a tégla ingatlanoknál ez a 270 és akár 400 ezer forintot is elérheti a használt lakóingatlanoknak a négyzetméter ára, az újakat pedig 400 alatt szinte beszerezhetetlennek gondolom, illetve ennek a határa a 450-et kezdi elérni. Mi az a méret, ami a legkeresettebb? ez mindig attól függ, hogy milyen keresőügyfelet kapunk. Általában egy fiatal családi pár család, akiknél még nincs gyerek, a 42 négyzetméteres 1 plusz 1-es felosztást választja. Ugyanezt a felosztást szokta választani egy nyugdíjba vonuló már gyerekeit kirepítő család őknek ez, ez az, amire szükségük van. A családok általában az 50 55 négyzetméter fölötti lakást tartják kényelmesnek egy gyereknél, hiszen itt már az egy plusz kialakítás, tehát a három szoba kialakítása lehetséges, nagy sok szempontjából leginkább a 60 négyzetméter fölötti lakások a keresettek. Mik a legfrekventáltabb területek, mondjuk Nyíregyháza? E, Nyíregyháza abban a szerencsés helyzetben van, hogy most már elfelejtik az érkertet is, mint most. Talán még egy kicsit ott kevesebb a négyzetméter ár, mint a város más területein, de most már szeretik ugye a várost is az egyetem miatt, szeretik az Északi körutat, szintén az egészségügyi főiskola miatt, a belvárost arról ne is beszéljünk, tehát az a favorit ott lakni, meg a himest, gyakorlatilag mindent el tudunk adni, amivel egy kicsit dolgozni kell, azt gondolom, az az érkert. Hogyan alakulnak az arányok a saját használati célra vásárolt és a befektetési célra vásárolt lakások között? A befektetői dömping az ezelőtt egy-két évvel volt nagyon-nagyon-nagyon magasan kiugró. Ugye az akkori különböző pénzügyi botrányoknak, az ukrán háborúnak a következtében sok befektető próbálta a pénzét Magyarországon értékálló befektetésként, tehát lakásba fektetni, de Azóta az annyiban változott, ugye, hogy a csoknak a lehetőségei kiterjedtek, így úgy gondolták az emberek, tehát így ez a csok ez inkább a családokra hajasz, tehát nem a befektetőkre. A családoknak megadták azt a lehetőséget, hogy nagyobb lakásba tudjanak költözni. Ugye a legújabb tervezettel meg még inkább lehetőséget adnak nekik, hogy használt lakó ingatlanra is igénybe vehetik a kedvezményes 10 milliós, illetve 15 milliós támogatást. Hát azért beszéljünk mégis néhány szót a családi házakról is, hiszen azért ezt sem kell teljesen elvetni. Azt gondolom, hogy mindenkinek a szivacsücske és a szívevágy egy családi ház egy kis kerttel, kutyával, és, és mindenkinek ez az álma. És ami jó hír, az, hogy most ezt az álmot könnyebb megvalósítani. Mindenki a lakásokra összpontosít, a családi házakra kevésbé. Nagyobb alkupozícióban vagyunk egy családi ház megvételénél, és azt is kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a családi házak már nem a felújítatlan családi házak, Ugye tíz év alatt elértünk oda, hogy mindenki igyekezett a tetőjét lecserélni, igyekezett szigetelni, ablakokat cserélni, tehát már most energetikai szempontból is egy jobb piacot kap az, aki családi házat keres, mint ez előtt tíz évvel. Családi házak tekintetében mik a legkeresettebb helyek? Nyíregyházen a Malomkert borbányának a borbányai része, tehát nem a kis teleki szőlői része, Orosnak a körforgalomig terjedő része, a Himes és a Ságvári kertváros is elkezdett élénkülni köszönhetően a nagyobb beruházásoknak. Sóstó? A Sóstó az megint egy álom, tehát Sóstó az olyan, mint a lakásoknál a belváros. Azt lehet mondani, hogy a családi házak, keres, családi házkeresésnél a, a Sóstó-Sóstó gyújtfürdő az álom. Mondhatjuk, hogy a sóstói, sóstó gyógyfürdői családi házakra nem érvényes az, amit úgy általánosságban mondhatunk, hogy Ez csökkent az Persze a sós, tehát maga a telek árak sem úgy alakulnak a sóstói területen, mint itt, itt esetleg kiebb borbányán. Nyilván, amikor az ember az igényeit szeretné megkapni, akkor hajlamos arra, hogy inkább lakik egy olcsóbb területen, csak az ingatlan a megfelelő legyen, nyilván nem kaphatjuk meg azt az á, azon az árért a, a sóstói. na, ez belekavarodtam. Tehát nyilván nem kaphatjuk meg egy ugyanazt a szintet egy borbányaik ingatlanba ugyanazért a pénzért, mint sóstón. Mennyire befolyásolja ez az új helyzet az albérletpiacot? Milyen magasan vannak az albérletárak, illetve ha már albérlet, akkor, illetve csok és hitel lehetőségek, akkor inkább vásárol magának valaki, mint albérleti díjat fizessen? Most megvannak azok az opciók, amivel könnyebb lakást vásárolni, könnyebb hitelhez jutni. Sőt, a mai egyik sajtóértesülés alapján most már a külföldi munkaviszonyt is el fogják fogadni a, a csokhoz. Tehát ez egy még nagyobb ugrást fog majd jelenteni. Én úgy gondolom, hogy nyilván észszerűbb saját ingatlant vásárolni hitellel, mint albérletben lenni. Az albérletárak egyébként. Nyíregyházán egy két szobás lakásnál 70 ezer forint között mozognak, és ki is veszik, tehát nem ott tartjuk, és akkor nem viszi el senki. Nagy a forgalma az a béleteknek is. Mennyi idő alatt lehet egy lakás cserét lebonyolítani? Hát nekem sikerült már egy nap alatt is. Igazából ez mindig attól függ, hogy ha van egy tehermentes ingatlanunk, és van egy készpénzes vásárlunk, és a zárban is megegyeztek, akár fél óra múlva is ott töhetünk az ügyvédnél, egy tiszta tulajdoni lappal, meg egy bankszámlával bármit el lehet intézni. Tehát ez mindig attól függ, hogy van-e az ingatlanon teher, illetve az, aki vásárol, az készpénzre, hitelre, vagy valamilyen pénzügyi segítségre gondolok itt a fundamentára, ennek a segítségével vásárol. De mondhatjuk, hogy könnyű most eladni. Könnyű, könnyű. Lakás nagyon könnyű eladni. Bákány Zsoltnék köszönjük, hogy befáradt hozzánk most stúdióba. Én is köszönöm.